én amit tapasztaltam, hogy a feleség barátnőit meg nagyon sokszor a férjek nem fogadják el. Tehát, hogy ez meg valamilyen más világ. Tehát, hogy van egy ilyen puha elvárás, hogy inkább az én köreimbe simulj bele, de ne hozd ami például nálunk nem igaz, mert az én férjem például imádja a Kittit. Tehát, ez furcsa. Hogy... Én furcsa férjem, már most mit lehet tenni, ki miért szakít olyat szagot, de minden esetre téged imád. Krizsó Szilvi, Pulitzer-díjas újságíró, író, közgazdász, több mint 20 éve van a pályán, azóta számtalan műsort vitt sikerre. Jelenleg az Átrium Színházban teltházzal fut Krizsó című talksója, mindemellett édesanyja, feleség, egy kislány anyukája. Almási Kitti klinikai szakpszichológus, az elmúlt években számtalan könyve jelent meg, amik egytől egyik a könyves sikerlisták élén landoltak. Terapeutaként dolgozik, mindemellett motivációs előadásokat, tréningeket tart. Két lánya van. Szilvivel 12 éve a legjobb barátnők, egymást motiválják és egymást támaszai is, még a legnagyobb sikerben is. Azért lettetek ennyire jó barátnők, mert mindenféle puder nélkül oda-vissza működik az, hogy megmondjátok a másiknak, hogy mit gondoltok? Vagy kell néha azért finomkodni? Csak finomkodunk, nem? Amióta ismerjük egymást, csak finomkodunk. Ne, nagyon durva. Tehát ez egy nagyon durva, őszinte barátság. Tehát annyira nyersen, hát nyilván csak Szilvike mondja nekem nyersen. Nyilván persze. De én meg elviselem, de hogy tényleg pont múltkor beszélgettünk kihangosítón, és a kislányom hallgatta, és mondta, hogy ez annyira durva, hogy ti minden ilyet kimondtok, tehát hogy nem hívtam, menj te a francba, miért nekem? Tehát, hogy nagyon izgalmas dolog ez, amikor nem kell ilyen köröket futni és alkoskodni. Úgyhogy hát ez egy ilyen intenzív. Ti hogy lettetek Kittike és Szilvike? Hogy alakult? Mi volt az a pont, amikor így elkezdtétek becézni egymást? Ez nagyon érdekes dolog, mert engem nagyon sokan hívnak Szilvikének, hogy most ez jó vagy rossz, azt nem tudom, de minden esetre tény. De én is mindig mindenkit becézek, tehát akit szeretek, azt becézem. Tovább megyek, annak rendszeresen harapdárom a főcimpáját, mert ez nekem valamilyen... Ez igaz. Ez egy ilyen furcsa szokásom. De tényleg. És aztán automatikusan nyilván, hogyha... Most nem tudom, hogy te hallottad a többiektől, hogy Szilvike, vagy magadtól kezdtél el engem szilvikezni, de hogy adja magát szerintem, hogy... Hogy nem, hát ő kezdte el, hogy Kittike, és én csak ráhangolottam, hogy akkor ha Kittike, akkor ő Szilvike. Engem nem annyira szoktak Kittikének hívni, de Szilvike ugye komoly nőnek tűnik, de az ember megismeri, akkor tudja, hogy ez Szilvike. Egyébként múltkor egy Péter Fibori koncertre elmentünk együtt, és ott harabdálta a fülem, ami szerintem kompromitáló, de élvezted vajon be. És le is fotóztuk aztán is selfie-be, ahogy harabdálja a fülem. Kértem egyébként közös képeket, igen. És mondta a Szilvi, hogy nagyon kevés közös képetek van, de hát, ha ez meglenne, az csodálatos lenne egyébként. Azért mondtam, mert vállalhatatlan fotó. Aha, értem. De hát meg én egyébként tényleg mondtam a Csillának, hogy én nem vagyok ilyen fotózós, tehát ez nagyon érdekes dolog, hogy mondjuk nyaralások alkalmával nagyon sok fotót csinálok a tájról, meg a családomról, de nem jut eszembe, hogy szelfizgessek, vagy hogy nem tudom miért, tehát, hogy így ez nekem nincs benne a képletben, de évek óta nincs benne a képletben, és ez bánom is egyébként. Pedig itt lenne az ideje, mert én meg úgy érzem, hogy visszaszámlálás van, tehát most még egy pár szelfit csinálok. Ja, te számolgatsz vissza, nekem még ez messzebb van, hát tudod. Hát az ennyi. Tíz évvel ezelőtt, amikor először így megpillantottátok egymást, 10 éve volt körülbelül, 12 is 12 éve, akkor ki hogy emlékszik arra a pillanatra? Ez egy azonnali, mint a szerelem első látása férfi nő között, egy azonnali kapocs volt, egy azonnali szövetség, ami kialakult köztetek, vagy valaminek el kellett telnie, valaminek meg kellett történnie ahhoz, hogy így összekovácsolódjatok? Én nem tudom, igazából szerintem az első pillanatban, tehát mi úgy ismerkedtünk meg egymással, hogy én mentem hozzá interjút készíteni egy készülőkönyvemhez, ami aztán sose készült el, mert időközben úgy döntöttem, hogy mégse legyen, nem emlékszel? Az volt az első. Persze. Én azt hittem a tévéműsor. Az már utána volt. A hajónapló. Hát az már utána volt a hajónapló, amikor elhívtalak téged a tévéműsorba, hogy népszerűsítselek, és hát ennek köszönheti nyilvánvalóan, hogy ott van, ahol most van. Tehát, hogy igen, egy kicsit lögtöbb rajtad a pályán. Na mindegy, és akkor még az ST volt, hát még nem is volt fél éves. Lehet, hogy fél éves már volt, mert már kis székben etetted otthon. Igaz. A lakásotokban. Igaz. És akkor így kezdődött ez a történet, és nagyon jókat beszélgettünk. Én akkor arról szerettem volna írni, hogy azért nem olyan rózsaszín ködben kell elképzelni a terhességet, meg az első heteket, hónapokat. Aztán rájöttem, hogy minek után már majdnem minden tévés arról ír, amikor megszült a gyerekét, hogy ő mennyire érte ehhez, akkor úgy döntöttem, hogy nem állok ebbe a sorba be, és aztán
megvannak az elkészült interjúk, de csak igen. nekem. De az én szerelembeesésem az teljesen egyértelmű pillanat volt, tehát ezt te tudod, tehát hogy én tényleg azt gondoltam, hogy ő egy nagyon komoly nő. Nem tartott sokáig. Tehát egyszerűen az, hogy együtt röhögni valakivel és Szilvikével nem lehet nem jókat nevetni. Tehát ez fantasztikus volt, hogy valaki így mindenre tojik. Én nem szeretem ezeket a mosolygós, ilyen maníros, ilyen alakoskodó helyzeteket. És hát aztán ez maga után hozza, hogy tehát tényleg olyan témákról beszélünk, hogy itt most nyilván nem fogom elmondani, de amikről így nem beszélnek. Jó, tudom, igen, igen. Amikről így nem beszélnek emberek, de még barátnők sem. Tehát, hogy tényleg nem azon gondolkozó, hogy most mikor menjél ki WC-re, hogy amit eléd rak ételt, az jó-e úgy, vagy azt tudod mondani neki, hogy figyelj, rakjunk már mellé egy kis ilyet is, hogy ehető legyen. Tehát, hogy egyszerűen olyan szintű lazaság van, amit szerintem így vár az ember, hogy de miért van az szerinted, és akkor most egy kicsit a szakmai részre azért kíváncsi lennék, hogy valahogy ez a nők között, vagy ez lehet, hogy csak sztereotípia, nehezebben működik, vagy azt gondoljuk, hogy nehezebben működik. Egy férfiúi kapcsolatban ez a fajta őszinteség, trágárság, nem tudom, minek nevezzük, ez a kendőzetlen kifejezés az érzéseiknek valahogy sokkal jobban megy, míg a nők azért valahogy néha ugyan alakoskodóbbak tudnak lenni, vagy sértődékenyebbek. Ez miért van? Most nagyon nehéz erre röviden válaszolni, tekintve, hogy most ebben egy komplett könyvet írtál el, igen, igen. De hogy nem, ennek egyébként nagyon mély gyökerei vannak, de hogy tényleg a nők azok egyszerűen nem tudtak más eszközt az előrejutás érdekében, tehát hogy például megfelelő férfit találjanak, mint az áskálódást, ilyen értem, mert rengeteg ilyen törzsi gyökerei vannak, majd a könyvben benne lesz részletesen. De nem, de viccet félretéve, szóval nagyon érdekes, hogy ez mennyire őségről bennünk lévő dolog, az egymás elleni áskálódás. Tulajdonképpen a lényege röviden, hogy egy szűkös erőforrásért megy a küzdelem. Most ezt mondhatjuk férfinak is, hogyha egyszerűbben fogalmazunk, és hogy nagy a verseny, és egymás lenyomása árán tudnak csak nők előtérbe kerülni. És szerintem ezért nagyon ritka, amit szoktam mondani, hogy akit szeretsz igazán, hogy akit igazán szeretsz, azzal kapcsolatban az jelenik meg benned, hogy még az örömének is örülsz. És ugye ez annyira zsigeri szerintem nagyon érdekes dolog, de hogy azért az önismeretben el kell odaig jutni, hogy egy csomó ember, akit barátodnak vagy haverodnak nevezel, egy bizonyos szintű örülsz a sikerének, de vannak olyan dolgok, amiknek már nem tudnál szívből. De az igazi barátság az ezen múlik, tehát hogyha tényleg igazán őszintén szeretsz valakit, akkor azt onnan is tudhatod, hogy az örömben vele tudsz tartani, az öröm bármelyik fokáig? Én a magam részéről igen. Tehát nekem azon emberek száma, akik örömének szívből tudok örülni, most nyilván kivéve a gyerek, meg, tehát amilyen természetes, Szilvike benne van abban a három emberben. És ezt nehéz így megmondani, hogy miért, de hogy ez nem azon múlik, hogy egyébként sok szempontból mi egyenrangúak vagyunk szerintem, tehát hogy van egy ilyen jó egyenrangúság, hogy egyikünk sem frusztrálja a másikat azzal, hogy valamiben így előrébb lenne sokkal, hanem másban vagyunk előrébb, tehát egyrészt nem ugyanaz a területünk, de hogyha nem tudom, Szilvikéből akárki lenne, tehát valami olyan státuszú ember, aki messze-messze fölöttem, én annak is tudnék örülni, és ezt nem nagyon tudom megmagyarázni, hogy miért, hanem egyszerűen csak ez jön. De nekem ez egy nagyon jó mérce abból a szempontból, hogy ki az, akit szeretek. Az miért van, hogy azt gondoljuk szerinted Szilvia elsőre, hogy a gyerekkori barátságok azok, amik igazán hosszú távra szólnak, mi gyökerei vannak, és azt lehet jobban életben tartani ellentétben a felnőttkori barátságokkal? Azt gondolom, hogy ez azért lehet így, és nekem mondjuk Kitty kívül még talán egy olyan barátnőm van, vagy kettő, aki igazán jó barátnőm, és felnőttként kaptam meg az élettől, és nekem a barátságaim többsége az 40 éves, meg 30, meg hát már majdnem 50 sajnos, mert mindegy. Mert azt gondolom, hogy akkor még annyira őszinték az érzelmek, és azt gondolom, hogy akkor az a fajta egyenrangúság, amiről a Kitty beszél, az nagyon élénken él. Tehát, hogy most a játszótéren, meg az általános iskolában, a padban nem teszel különbséget, az a vezérelv, hogy kivel érzem igazán jól magam. Amikor elindulsz, még gimnáziumban, főiskolán, egyetemen, na de utána, amikor a munkahelyen találkozol valakivel, baráti társaságban, akkor már nem csak az van benne, hogy most én mindenképpen az ő társaságára vágyom, hanem hát lehet, hogy tőle tanulni szeretnék, lehet, hogy őt ugyanaz érdekli, ami engem, akkor most menjünk el együtt színházba, de én nem hiszek abban, hogy ezekből tényleg annyira mély barátság tud születni, ahol mondjuk valóban mindenki annyira örül a másik sikerének, meg valóban annyira egy húron pendülnek, hanem ott szerintem, és ez nem rossz, de ott mégis azt gondolom, hogy bizonyos érdekek mentén
történik a kapcsolat felvétel is, meg a kapcsolat megtartás, és milyen érdekes, hogy nagyon sokszor van az, hogy óvodában összejön egy társaság, mert a gyerekek jól el vannak egymással, nagyon sokáig nagyon jól el vannak a szülők, majd amikor elmennek másik iskolába a gyerek, akkor hirtelen kiderül, hogy ki volt az igazán jó barát abból a szülői társaságból, mert hogy ha a gyerek már nincs ott összetartó kapocsként, akkor meglátjuk, hogy működik el ez a történet. Ezt hívják szituatív barátságnak. Tehát ez az, amikor egy szituáció, egy munkahely, egy obi, valami összehoz minket, de utána már nincs igazán kapocs. Úgyhogy nálam a gyerekkori barátságok ugyanilyen őszinték, amikor mondjuk visszamegyek a szülővárosomban és találkozom a barátnőkkel, csak ott ugye nagyon gyakran benne van, hogy elfejlődtök egymástól. Most olyan értem, hogy nagyon más fele megy az életetek, és nem mindig tartjátok meg a közös fórumot. Nekem mondjuk van egy-két ilyen barátnőm, de azt nem hiszem, hogy mondjuk minden héten tudnék velük, miről nagyon jó érzés visszamenni és találkozni, de ugye pont ez az egyformaság, ami van még kicsi korban, az nem feltétlen marad meg felnőtt korban, és egyébként egy csomó itt csúszik szét, hogy például megjelenhet az irítség, hogy ugyanonnan indultunk, és akkor ő oda jutott, én meg nem oda. De ti nem vagytok egyformák, nem? Most, amikor így leültetek ide, akkor rögtön azt mondtátok, hogy hát a ruhánk alapján biztosan azt gondolnak, hogy ez a két nő tuti, hogy a kávézó két szegletében ülne. Ezt én csak azért mondtam, mert kisebb rendőrségi voltam. Nekem is, hogy ilyen decensen jól nézek ki ebben a szakmában. Egy ilyen színes egyéniség mellett. Nem, ti hasonlítotok valójában egyébként? Vagy nem? Szerintem igen. Szerintem abszolút. Szerintem a humorunk az nagyon... Nem véletlen tudunk annyit röhögni, mert nagyon egymásra tudunk hangolódni nagyjából fél perc alatt. Szerintem nagyon közösek az értékrendjeink a gyereknevelésre vonatkozóan, párkapcsolatra, barátságra, karrierre, nem tudom, a társadalomban való létre, nem? Tehát, hogy van egy olyan mag, ami nagyon erősen összeköt. És most, hogy a külsőségek milyenek, azok szerintem ebből a szempontból, hát ez a Kitike is tud azért nyáron úgy felöltözni, hogy akkor azt mondanád, hogy én milyen kis decens vagyok hozzá. Csak egy rejtőzködő vagyok. Igen, ő egy rejtőzködő típus, igen. Hiszen terapeuta, nem tárkozhat ki teljesen. Nem, de ez tényleg az az érzés, amikor azt érzed, hogy egy nyelvet beszéltek. Tehát, igen. Hogy amikor mondok valamit, azért nem kell körülírni, mert hogy fogja érteni. Ez szerintem fantasztikus. Egyébként görcsös fenntartani ezt a barátságot? Dolgozni kell rajta, mint amit te szoktál mondani a terápiákon, most nem a fülharadosásra gondolok, mert ez is írtó szexi, meg nyilván egy kapocs kettőtök között. De én az anyukámnak is lehet, hogy bocsánatot idézhetek, hogy még miért a szexualitásot terelnénk, tehát nem azért harabdálom a fülét, mert óhatatlan vágyat érzek iránta, vagy én most ki kell ábrándítsalak. Hanem, mert nem tudom a fülcímpa, tehát a... De ne hagyd ki mindent magadról, mert ezt azért... Nem, ez semmiképpen nem. De ez nekem egyébként ezt már azt hiszem, hogy... Tehát ezt nem szégyellem. Én a nagymamának is harabdáltam a fülcímpáját, mindenféle... Nem, egyébként tehát, jól esik, de tényleg nagyon furcsa. Tehát, ugye, hogy bizarr, nem úgy bizarr, harapom, de... hogy ez most ilyen szexes töltetű legyen, hanem nem tudom. Hát, de egyébként hát a majmok azért... Én majommal még nem próbáltam, de a tiéd jó. De egyébként, hogy hogyan tartjuk, hát ez például zseniális, mert én nagyon vágyom Szilvike társaságát, de tényleg, amikor így nagyon elúszom, most már nem fogok, mert abszolút kezembe vettem az életem nagy irányítását, és sokkal kevesebbet fogok dolgozni. Tehát most már aktívabb is vagyok, érzed? Abszolút. De hogy korábban mindig Szilvike hívott föl, és hát nem szeretném idézni a telefonhívás első két-három mondatát, ami csak arról szól, hogy nem igaz, hogy nem érnek mit képzelek, tehát hogy kicsit rosszul esik az érdekem, tehát hogy mindig én vagyok, és ez nem kell így ilyen elfolytott feszültségben megélni, vagy jó, hogyha nem hív, akkor én se hívom, hanem hogy így a szeretet jött belőle, hát hogy miért nem hívsz akkor te állati jó, na egy ilyet csípettelesztik a kislányom, aki így mondta, hogy de tényleg őszintén azt mondta, hogy annyira vágyik egy ilyen barátságra, ahol például egy ilyet ki lehet mondani. A kislányod mondta ezt, igen, neked? De igen, jó. Abszolút. Melyikben könnyebb összetartani szerintetek, hogy a sikerben, vagy inkább a mélypontokban? Ugye nekem is vannak olyan barátaim, akiket kifejezetten akkor, most ez, hát akkor szeretek felhívni, amikor így nagyon mélyen vagyok, mert tudom, hogy ők abban nagyon jók, és vannak olyan barátaim, akiket, hogyha nagyon nagy boldogság ér, akkor úgy becsomagolva mondom el, mert tudom, hogy nem feltétlenül tudna rá jól reagálni. A ti esetetekben ez hogy van? Melyik az, ami könnyebben működik nálatok? Vagy az is lehet, hogy nincs különbség. Tehát sikerben, mert őszintén el fogjátok szerintem nekem mondani, hogy sikerben, bánatban, mindenben pont ugyanúgy tudtok együttműködni, vagy sem. Akkor kezdem én. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és szerintem nagyon nehéz erre egyértelmű választ adni. Mert amikor a másikat kudarc éli, vagy bánat éri, akkor ott egy egész más működést veszel föl.
mert akkor olyan szinten kell a lelkére hangolódni, és támaszt nyújtani, nem okoskodni, csak annyit mondani, vagy csak annyit kér. Tehát egy kicsit előre dőlni, egy kicsit hát, hogy rá tudja hajtani a fejét a válladra. Tehát ez szerintem egy abban az értelemben felemelőbb érzés, hogy ott megérzed a saját magad, és ez most bocsánat, hogy így fogalmazom, de nélkülözhetetlenségét, vagy nagyságát. Tehát ez önmagában egy nagyon pozitív megerősítés, hogy te milyen fontos vagy a másik számára, és ettől jobban érzed magad, vagy többnek érzed magadat. Amikor a sikernek kell örülni, akkor az ember örül a másik sikerének, és ez nyilvánvalóan, mert ott szoktam ugye lenni a könyv bemutatóidon, és mondhatnám, hogy mikor voltál utoljára a toksomon, ugye, hogy én utassam ezt, de voltál. De most ez csak a vicc kedvéért mondtam, de hogy tehát van ez a része is, de és akkor, amit én őszintén kimerek mondani, hogy néha azért az emberben, és ezt nem irigységnek nevezném, hanem felvetődik, hogy hú, de jó, hogy neki megy a szekér, nekem megy annyira a szekér. Tényleg őszintén tudok örülni, és a kitének örülök, mert tényleg egyáltalán nem egy platformon mozgunk, ha úgy tetszik. És ott van, most csak behozok egy gyerekkori barátnőmet, a Fisimóniak, az Operett Színház primadonnája, és ott vagyok a bemutatóin, mert ugyan együtt kezdtük, neki sokkal jobb hangja volt, és én sosem szerettem volna énekelni nagy nyilvánosság előtt, de hogy ott tényleg őszintén tudok örülni minden egyes sikerének, mert ez egy kicsit olyan, mintha gyerekkoromban én is visszakaptam volna egy valamilyen élmény. De hogy igazából szerintem egyébként a barátság ott mutatkozik meg, hogy a bajban mennyire vagy tényleg ott a másiknak, és hogy mennyire tudsz ráérezni, és mennyire tudod neki azt a támogatást adni, amire szüksége van. Ez szerintem azért nagyon arról is szól, hogy ez egy ilyen oda-vissza igazolás, hogy mi kellünk egymásnak. Uh-huh. Érdekes, pedig azt hittem, hogy a sikerben nehezebb, vagy én azt látom legalábbis így az embereken, hogy azt élik meg nehezebben, ha a másik sokkal sikeresebb, mint mondjuk ők. Egyébként a pszichológiai szempontokat nézve, igen, az a ritkább, hogy egymás sikerének örülünk. Ugye ebben tényleg az a lényeg, hogyha a másik nincs jól, akkor relatíva azt éled meg, hogy te éppen tudsz adni. Tehát, hogy erősebb vagy, és ezért könnyebb sokszor azt megélni, hogy a másik nincs olyan jól. Másik szárnyalását már sokkal ritkábban éljük meg jól. De egyébként való igaz, hogy azért a kapcsolat magját ilyen szempontból az adja, hogy szerintem mind a kettőnknek voltak olyan nehéz időszakai élményei, nem tudom, amiben tényleg számíthattunk egymásra. De még egyszer mondom, bennem azért a szűrő, az tényleg inkább ez, hogy tudok örülni a sikernek. Azt akartam még megkérdezni, hogy barátnő szerintetek mindenkinek jár, vagy mindenki képes arra, hogy legyen neki egy nő, egy barátnő. Tehát nem legjobb barát, aki férfi, az anyukám, a húgom, hanem egy olyan igazi lelkitárs, egy olyan szövetség, mint ami köztetek van. Szerintem ez nagyon fontos. Tehát én azt gondolom, hogy az élet eszenciáját az adja, hogy tudod, hogy a családodon kívül még van, akire számíthatsz, és aki szinte családtagként van jelen az életedben. Tehát én azt gondolom, hogy ez olyan erőt tud adni, meg támaszt akkor, ha baj van, meg egyáltalán egy kicsit kiszakadni a szürke hétköznapokból. Tehát én azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos dolog. Azt látom egyébként, hogy nagyon kevés embernek adatik ez igazán meg. Tehát, és nem tudom, mi az oka, mert azért még gyerekkorban, meg gimnáziumban, meg főiskolán baromi nagy baráti társaságok vannak, és igen, mindenki nagyon jól érzi magát együtt, de aztán valahogy így elmaradoznak, és én nekem van egy olyan teóriám, hogy azért ebben az is benne van, hogy valahogy a férfiak mégiscsak jobb kapcsolattartók, a nők egy idő után azon túl, hogy magukra figyelnek, már a pasiukra figyelnek, és azt próbálják körülölelni, és bemennek az ő társaságába, és őre fókuszálnak. Aztán, hogyha jön a gyerek, akkor a gyerekre fókuszálnak. Onnantól kezdve már magukra kevésbé, meg a barátnőkre is kevésbé. Tehát egy pasiknál valahogy ez szerintem sokkal tartósabb, és mindig azt látom, hogy sokkal feszültségmentesebb az, hogy ők együtt vannak. Hát igen. Tudjátok, hogy milyen nehéz volt egyébként női párokat találnom? Mm. Mert vannak legjobb barátok, de nagyon ritka az, hogy ez nő legyen. És ez nekem is egy ilyen érdekes kirándulás volt, és tök sok kérdést felvetett, hogy de miért? Miért van az, hogy ennyire nehéz volt leszerveznem ezeket a forgatásokat? Miért volt nehéz ennyire női barátokat találni? Reméltem, hogy Kitti tudsz rá választ adni, ha már ennyit foglalkoztál ezzel a témával. Én azt gondolom, hogy az eredeti kérdésre válaszol, hogy azért nagyon fontos egy barátnő, mert teljesen más fajta elfogultságban van veled, mint mondjuk az édesanyád, a gyereked, hát nyilván ezt a kettőt említjük, ez nem is jöhet szóba, mert generáció szempontjából is máshol vannak, tehát nyilván imádnak, de nem látnak egy csomó olyan dolgot belőled, amit lehet, hogy kívülállók, igen. Egy testvér is olyan, hogy hosszan elemezhetnénk, ezer dolog
nehezíti azt, hogy ez egy igazán mellérendelt vagy objektív kapcsolat is tudjon lenni, ha arra van szükség. Egy barátnő, meg az, aki bizonyos értelemben én azt veszem észre, hogy ha nincs pszichológusod, vagy arra nincs szükség, ő tud az lenni, mint ami nehezebb esetekben adott esetben egy pszichológus. Tehát, hogy azért a magánéletét az ember egészséges lelkülettel azért nem az anyjával beszéli meg, hát még egészségesebben, hanem a gyerekével. Tehát, hogy azért vannak olyan dolgok, amik nem abban az irányba. Testvérek, ugye eleve a testvér rivalizálással indul a féltékenységen, minden egyébben egy ilyen kapcsolat, tehát ott is nagyon sokszor ez kiesik, mint lehetőség, mert hát egy csomó embernek nincs testvére, tehát azért ezt is hozzá kell tenni. És hogy azt gondolom, hogy tényleg egy jó barátnő az pont az tud lenni, ami abban a pillanatban kell. Tehát, hogy néha babusgatjuk, néha hagyjuk, hogy megnyugtasson, néha egy objektív véleményt mondjon. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy pont egy barátnő az, aki így mindenféle funkcióban tud lenni. De egyébként így van, ahogy Szilvi mondta, hogy a párunknak a baráti körébe szoktunk bevonódni. Tehát ez a szokás, hogy a férfi tartja meg a fix és stabil baráti körét, és a nő abba belefolyik. Aztán arról külön könyvet lehetne írni, hogy a más férfiak barátnőit és párjait hogy fogadják el a nőt, mert ez egy elég fajsúlyos dolog, de az is érdekes, hogy én amit tapasztaltam, hogy a feleség barátnőit meg nagyon sokszor a férjek nem fogadják el. Tehát, hogy ez meg valamilyen más világ, tehát ott van egy ilyen puha elvárás, hogy inkább az én köreimbe simulj bele, de ne hozd ami be például nálunk nem igaz, mert az én férjem például imádja a Kittit, tehát hogy... Ez furcsa. Hogy... furcsa férjem, már most mit lehet tenni, ki miért szakít olyat szagot, de minden esetre téged imád. Én csak pont erről egy dolog jutott eszembe, hogy nekem van egy nagyon-nagyon régi barátnőm, aki 8 éves korom óta barátnőm, és az általános iskolában is az volt, és a gimnáziumban meg egy padban ültünk, és ő mentőorvos. A férje is orvos, és például azért az anyagi helyzetünk úgy adódott az évek során, hogy a miénk az jóval jobb, mint az övék. És hogy például én a Zsuzsin látom azt, hogy soha, tehát hogy annyira tud örülni, hogyha elmesélem, hogy most nem tudom, ide elmegyünk, vagy most ezt csináljuk, vagy azt csináljuk, hogy az irigységnek olyannyira nincsen szemernyi szikrája se, pedig én mindig azt mondom, hogy olyan igazságtalan az élet, mert amit ő csinál, hogy életeket ment levegőben, meg földön, ha sokkal jobban kellene díjazni, mint az, hogy én most nem tudom, kérdezek másokat, tehát, hogy érdekesebb vagy kevésbé érdekes embereket, és mégis így alakul, és hogy ez milyen furcsa, de mégis annyira felemelő érzés, hogy tudod, hogy van olyan barátnőd, aki tényleg őszintén örül annak, hogyha te el tudsz valahova utazni, miközben ő nem tud elutazni, és étnappal téved dolgozik, tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, és ez nyilván, még egyszer mondom, hogy annyira mélyen gyökerezik az a barátság, hogy egyszer nem, tényleg nem vetődik fel. Ott tényleg az őszinte öröm van, hogy jó, akkor neked most jó, én nekem ott volt egy szava, hogy ez nekem nagyon fontos. Egyetlen egy utolsó gondolat, tudom, hogy nagyon nyálas lesz, és egyikőtök se szereti az ilyen dolgokat, de mindegy, és mint rajta, hogyha egy-egy mondatban meg kéne fogalmazni, hogy mit szerettek a másikban a legjobban, akkor ezt meg tudjátok-e tenni. Vagy ez is egy olyan dolog, mint a szerelemnél, hogy hát nem lehet elmondani, mert így mindent. Tudom. Van konkrétum? Igen. Én imádom a humorát Kittinek, imádom azt, hogy penge agya van, imádom azt, hogy érzékeny, imádom azt, hogy tud gyenge lenni, miközben pszichológusként könyvet ír arról, hogy hogyan ne legyünk gyengék, de is ezt megismeri mutatni. És tulajdonképpen imádom benne azt, és ezt irigylem is benne, ha már ez irigység, hogy annyira kitartó, annyira céltudatos, annyira tudatosan tervezi és szervezi az életét, és megvalósítja az elképzelését, és lásd, több száz ember előtt tudja bemutatni a könyveit, hogy ez egy elképesztő dolog. És azt az erőt irigylem még belőle, ami valószínűleg az életéből adódik, tehát az élethelyzeteiből, hogy minden pofon után föl tud állni, minden összeomlás után megrázza magát, és főnix madárként rázza úgy meg magát, hogy utána aztán szárnyal és határa csillagoség. Elég szép volt? Én most meghatottam. Nem, hát egyrészt nagyon durván hasonló a sor. Tehát, hogy így elkezdted, nekem is rögtön a humor volt az első, tehát, hogy annyira mindent így végigmondanék, de ez olyan szép volt, hogy ezt nem akarom, és nem tudom überelni, hogy én azt szeretem Szilvikében, hogy egyszerűen benned, ugye, mert így intimebb, tehát azt szeretem benned, hogy teljesen önmagad vagy. Ezt tudom, hogy nagyon általánosan hangzik, de ezt nagyon ritkán tapasztalom, hogy valaki önmaga. És ugye azt gondolom, hogy pont ez adja ezt a zsigeri
oldottságot, hogy tényleg nem 40 éve vagyunk barátnők, hiszen életkorunkban fogadóan nem, ugye nem is lehetnék, ugye? De hogy... Na, erről például hosszasan tudom. De ezt hogy... az interjút nem fogom megmondani. De hogy ezt, hogy végül is tényleg 10-12 éve, és ebben tényleg voltak nagy szünetek is, tehát azért itt ez nem arról szólt, hogy minden héten, de az, hogy ugyanígy, ahogy elmondtad, hogy te tudsz több komoly politikai műsorvezető lenni, ha csak azt látnám, biztos nem hinném, hogy ilyen jó fej. De hogy, tehát, hogy tényleg az, hogy valaki ennyire okos, meg komoly, meg akár kemény is tud lenni, elképesztően tájékozott, de az, hogy például ennyire tud nevetni valaki, azt nagyon ritkán látom, mert besavanyodnak az emberek, és hogy itt van egy olyan fajta oldottság, amilyet tudjuk, hogy ez egy ilyen spirál, amibe bekerülünk a másik által. Tehát egyszerűen én sem tudnék önmagam lenni veled, és megmutatni például a gyenge oldalamat, amit hát azért az egy kezem bőven sok, hogy összeszámoljunk, hogy hány embernek mutatok meg, ha ugye te nem lennél ilyen, mert hogy te ugyanúgy megmutatod nekem. Tehát nekem az egy óriási megtiszteltetés egyébként, hogy például az egyik bizalmasod lehetek.